Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Conquest of Elysium negyedik része, egy igen egyedi 4X-szerű játék, stratégiai játék, lássuk, fantasy világban, hát legyen közepes méret, randomkor, ezt engedjük csak azért, hogy lássuk. Hát egyelőre maradjunk a standard pozícióba. Adjunk hozzá néhány új lovag nehézséget. És ez a legérdekesebb, rengeteg kasztból, fajból, mi egyébből válogathatunk. Lehet randomra persze, legyünk randomok. Unique, mindenki egyedi kasztot kap, senki nem lehet ugyanolyan, mint egy bármely másik. Lássuk. Generál nekünk egy térképet. Warlockok lettünk. Ha nem adunk meg nevet, akkor kapunk egy random nevet. Na, a Warlock az egy elementalista toronyban kezdi. A Warlockok különféle elemi hatalmakkal bírnak. Itt némi leírást kaphatunk róluk. Viszonylag erősek varázslatokkal, nyilván hosszú távon, főleg ha egy-két erős varázslat típust össze tudnak hozni. Drága köveket szereznek, amit felhasználnak a különféle varázslataikhoz. Boszorkány, báró, papkirály, törpekirálynő és barbára másik játékosok a gép által. Hát lássuk. Környezetünkben van egy tó, azon néhány tavitról. Nem kívánunk velük piszkálódni, reméljük ott maradnak. Van egy arany ír, arany bányácska, egy trollal és 18 goblinnal, hosszú távon szeretnénk megszerezni, de egyenre túl nehéz. Valószínűleg egy mágikus könyvtár némi varázslónővel, és egy random kószáló medve az erdőbe, hát nem túl jól állunk. Tanoncunknak átadjuk az embereinket, hogy felderítsünk és kimenjünk. Sőt, elindulunk a medve felé, hogy hát ha lesz vele valami. Két aranybevételünk van, meg két gyémántunk, két zafírunk pontosabban. Felteszem a saját mágusunknak Mezkel. Valóban vízi. Vízelementalista, aki gyémántból tud különféle varázslatokat csinálni. Megpróbáltunk vízelementált idézni. Idézhetünk, megpróbáltunk idézni lényeket, de rendkívül drága egyelőre. Úgyhogy azt mondjuk, hogy maradjál és őrizd a bázist. És menjünk a következő körre. Mindenki maradt a helyén, pontosabban a troll az elindult valamerre, vagy eltűnt, ki tudja. Ott a medve, hát rálépünk, és ebből harc lesz. A harc a kör végén, miután mindenki lépett, azután az összes harc egymás után szép sorba kerül lejátszásra. Lássuk. Közvetlenül nem irányítjuk a harcot, automatán mindenki meglépi a maga akcióját körökre osztva. Na hát, sikerült a embereinknek a
medvével megküzdeni, ez jó hír. Ugyan sok időt elvesztettünk. Na itt egy kis település, 8 láncsás, nekünk sokkal több van, úgyhogy elve nincs gond, és ez majd hoz 3 extra aranyat. Jaik Szóriás Mantis Küklopsza bányán. A településeken lévő bánya, ilyesmi helyeken lévő cuccok nem mozognak, úgyhogy azzal nincs gond. Ez a mantis viszont vélhetően majd fog mozogni, abból lehetnek problémák. Na hát, lássuk. Jászaink, kettőt kihúztak. Na hát, nem halt meg senki, bár az egyikünk szerzett egy sérülést. Ez a szív, ez egy súlyos sérülés, maradandó kárt jelent. Fél a csatáktól, kis ijedős. Jó lenne itt hagyni valami fajta védelmet, de hát nem igazán van opciónk rá. Hogy haladunk tovább, felderítünk. 6 goblin a kis szénbányán. Az egy legyőzhető probléma, és utána onnan lesz bevételünk. Még egy drága kő. Ugyan nem az, amit keresünk, nem zafír. De hát minden nem lehet szerencsés. Goblinok picik, könnyen meghalnak. Úgyhogy könnyű ellenfél. Na, a keret jelzi azt, hogy hozzánk tartozik. A vas, ez a kalapács az vasat jelent. Bizonyos nehezebb, összetettebb létesítményekhez kell. Illetve a komplexebb épületekhez. Van időjárás, 3 évszak meleg, 1 évszak tél, fagyos időjárás. Lassabban mozgunk, kevesebb bevétel van a épületekből, ilyesmi. Nem egy gyors kezdéssel bírunk, a medve mellett van egy őz, azt könnyedén kilőttük. Medve harapott, úgyhogy némi sérülést összeszedtünk, de szerencsére nem vészes. Kis települést meghódítjuk. Kastély nagyon jó lenne. A korona jelzi az épületen, hogy ott lehet egységeket venni, de hát 42 egység esélytelen meghódítani. A kis települést a kastély mellett meghódítjuk, remélhetőleg békén hagynak. Komolyabb probléma nélkül. Remek hír. Nyilván a nagyobb csatákat föl lehet gyorsítani, de az ilyen egyszerűbbeket még érdemes. No. Pár goblinszerű lény. Néhány viszonylag nagy kardos emberke, és egy viszonylag erős kis trollocska. Nem igazán az, amit lehet támadni. 2 bandita és 5 íjász, vagy paritjás egészen pontosan. Hát ezt el lehetne foglalni, de nincs miért. Nem az semmilyen bevételt. Ez jó lenne, de egyszerűen nem opció. 2 farkas, majd valami lesz vele. Viszont meg lehet próbálni, nézzük, 50-ért lehetne bevenni láncsásokat, vagy íjászokat. Vegyünk íjászokat. Az itt a településen jelenik meg, most már van némi védelem. Ez azért jó. Az egy szál mágusunk mellett. 22 volt ugye a legolcsóbb idézés, úgyhogy ezt majd lassan végre megkezdhetjük a kísérletet.
három medve és három óriáskor pók, hát az gáz. Visszajövünk, felszedjük az íjászokat, és meglátjuk, hogy mi lesz. Megkockáztatjuk, hogy elhagyjuk a települést. Így védtelen. Egy lándzsás maradt itt. Mindegy, az jó helyen van. No, megpróbálkozhatunk viszont egy idézéssel. Lássuk, mit kapunk. Na, három vízelementált sikerült idéznünk. Ez remek hír. Nem túl erősek, nem túl potensek, de vannak. Ráadásul, mint elementálok, a normál anyagi síkon nem gyógyulnak, úgyhogy hát igazából csak olyan töltelék. Ráadásul ez az összes erőforrásunkat elvitte. Hát ez van. Felderítünk. Őrtorony. Na hát, igazából nem szükséges megtámadni ezeket, de hasznos. Hogy eltakarítsuk az ilyen sétáló, kószáló problémákat. Na hát, egy másik játékos fölbukkant. 19 egység, lovas barbárok, mi egyebek, kemény kérdés. Papíron többen vagyunk, megkockáztatom, így kemény, itt van egy másik is, mondjuk ők nagyobb rész csak rabszolgák. Hát nagyon közel vagyunk egymáshoz, azt kell mondjam. Itt könnyen véget érhet a játék számunkra. Lovasi jászok? Na, lányzsadobással bóhózkodnak, azt hiszem azt csak egyszer tudják tenni, de mondjuk az épp elég. Hát, ezt úgy érzem, rövid csatánk lesz, rövid meccsünk. Mert ha ezt le is győzzük, a másik csapatot biztosan nem. Már pedig ezt se fogjuk legyőzni. Na hát a tanítványunkat elvesztettük, meg a teljes haderőnket. Oké, ő is megszenvedte. A másik játékos rálépett és kiírtotta. No hát, veszünk egy adag íjászt, és utána ennyi az összvédelmünk. Néhány íjász, néhány vízelementál és kész. Úgy látom, egy picit nagyobb terepet kellett volna választanunk, de mondjuk legalább ez egy gyors és tiszta bemutató játék lesz így. Igazából a Warlock nem egy erős figura. Ó, és meg egy csapattörpe is fölbukkant.
nem tudunk idézni semmit, hogyha megpróbál minket legyőzni. Szerencsére nem. Fél még tőlünk, ez jó hír. Nem lennék ennyire biztos abban, hogy gyengékek vagyunk hozzájuk képes, és a legerősebb településünket ellopta. Na, hamarosan tudunk egy újabb idézést feljejteni. Mire szükségünk is lehet. Még 4 kis bogyókát idéztünk, illetve majd 25-ért lehet légelementálokat idézni. De hát az még több kör. No, megkockáztat minket legyőzni, vagy fél? Fél, ez jó hír. Goblinok. 13. De hát a törpék elég erős ellenfelek. No, szerencsére kiirtotta nekünk ezt a problémát. Tudunk venni új egységeket, az nyilvánvalóan további gyászok lesznek. A távolsági harcos ellenfel egységek nagyon jók, főleg ha van kit elépülteni, és hát nekünk a vízelementálokból technikailag lesz. Megvárom még, amíg a légelementálokat meg tudjuk idézni. Aztán valami lesz. Na, 3 kis felhőcskét tudtunk hozni. Kemény kérdés. Üresen hagyjuk, megkockáztatjuk. A disznó az, ha rálép, akkor vége mindennek. Mert ezért mondtam, hogy meg kell kockáztatni. Ha nem teszünk ennyit se, akkor sehova nem fogunk tudni haladni. Na, egy üresen hagyott a vasbánya. Azt elfoglaljuk. Most lesz még egy bevételünk. Emerald, ezt felteszem a földhöz szükséges. Végülis jó vízelementálust a warlockunk, úgyhogy a tüzet nem tudja idézni. Így legalább tudjuk használni azt a földet valamire majd. Na, idézett egy nagy vízelementált. Ez remek hír. Az egy igen potens kisép egység. Azzal, az annyira potens, hogy azzal visszamegyünk és azt ott hagyjuk a bázisunkon, mint védelem. Hihi, nem. Hát ez sejthető volt. Mi se védtük, ő se védték. Na, hát egy kis csapatukat azért elpusztítom. A légelementálok ilyen vicces támadást tudnak előre tejteni. Igen potensek. Hát ezt a kis törpe társaságot
kis túlzással, probléma nélkül semmisítettük meg. Ez remek hír. Na, mi érkezett mellénk? Másik hasonló társaság. Akkor ezt is elpusztítjuk. De van 50 zsetonunk, úgyhogy ide veszünk újabb bíjászokat. Nagyszerű, itt semmit nem tudnánk, kis bevétel lenne, csak ezt lenne nagyon jó. Hogy állunk a trollra? Nem túl jól. Mert a gobbókat simán szétverjük, az nincs. Nem kérdés. Egyelőre ennyi. Kicsit gyorsítsuk azért. Na hát az azért durva volt. Viszonylag komoly sérülést okozott valamelyik íjász az elementálunkba, és ugye, mint említettem, nem gyógyulnak. Ami igen kellemetlen. Jó. Hát a többire még szükségünk van. Ezt a kettőt kihívtatjuk. Igazából ez ellenfél nélküli győzelem volt így. No, hát mégsem buktunk el, pedig lehetett volna ebből nagyobb bukta is, pár törpe. Na, ez két jó létesítmény, ráadásul itt zafír van, az kimondottan hasznos. Komolyabb erőkkel bukkan fel. Hih! Na, megpróbálja a támadást. Valószínűleg simán megpróbálja. Ami nem túl jó hír, mert nem tudom megvédeni. Valószínűleg az egy vízelementál az simán legyűrik. No, hát a cuccot azt elfoglaltuk. És megtámad, igen. No, hát kérdés, hogy kinyitotta a kaput azonnal. Az hiba volt szerintem. Hát simán elpusztítják. És ebből adódóan mi elbuktunk, mert az egyetlen erődünket elvesztettük. Na hát, ilyen. Ez a játék. Egy kicsit sikeresebb próbálkozással futunk majd legközelebb. Már ennyi.